A Karacs Ferenc Múzeumban a Háromföld tudósa, Szűcs Sándor élete és munkássága címmel új időszaki kiállítás nyílt. A tárlatot a Magyar Kultúra napján január 22-én nyitották meg hivatalosan. A kiállítás céljáról, illetve az est programjáról Györfi Lajos tagintézményvezető beszélt. A mai napon, január 22-én a Magyar Kultúra napján nyílik meg a Karacs Ferenc Múzeum új időszaki kiállítása, mely Szűcs Sándor élete és munkásság előtt tiszteleg. 2023 nyarán itt a múzeum panteonjában megemlékeztünk Szűcs Sándorról egy dombormű formájában, akkor került felavatásra Györfi Lajos szobrászművész domborműve, melyet itt a nagyjaink panteonjában egészítik a nagyjaink panteonját. Szűcs Sándor 1903. október 23. született. Tavaly év végén lett volna születésének 120. évfordulója. A tavaly évben egy dombornűvel tiszteltünk emlék előtt, és idén pedig a Magyar Kultúra napján az ő életét és munkásságát bemutató tabló kiállítással szerettünk volna emlék előtt tisztelegni. A kiállítás egyrészt bemutatja Szűcs Sándor életét és munkásságát a kezdetektől, a szülőföldről, a gyökereket, tanulmányait, élete legfontosabb eseményeit, tudományos kapcsolatait, múzeumigazgatói munkásságát, ugyanis ő az 1960-as években volt a karcagi múzeum igazgatója. Püspökladányhoz úgy kapcsolódik, hogy Bihar Nagybajonban született, ott is élt egész életében, egész életét, tudományos munkásságát, a Sárét kutatásának, többek között a Sárét kutatásának szentelte, és halálakor a Püspökladányi Múzeumba került az ő hagyatéka, mint területi múzeumba, és az ő hagyatékát őrizzük és ápoljuk mai napig, és az ő emléke előtt szerettük volna ezt a kiállítást megnyitni, bemutatni a közönségnek. Mi lesz a mai este programja? Köszöntőkkel kezdődik a kiállítás, megnyitó, majd pedig a Magyar Kultúra napja alkalmából a Magyar Kultúra lovagja, Szabó Mária fog egy rövid előadást tartani, későbbiekben pedig dr. Őrsi Julianna társadalom kutató fogja bemutatni Szűcs Sándor életét is, megnyitni a kiállítást. Meddig láthatják a püspökladányok a kiállítást? 2024. április 19-ig látogatható a kiállítás. Miután megérkeztek a vendégek, elkezdődött a megnyitó ünnepség, amelyet Györfi Lajos tagintézményvezető nyitott meg. A rendezvényen tiszteletét tette Bodó Sándor országgyűlési képviselő, aki a magyar kulturális értékek fontosságát, megőrzését méltatta. Hát azt gondolom, hogy a mai naptól jelesebb alkalom nem is lehetett volna, hiszen picit késésben vagyunk. Késésben vagyunk, hiszen Szűcs Sándor bácsinak a születésnapja néhány hónappal korábban volt, de nem lettünk készen egy fejlesztéssel. Hát erre szoktam mondani az ember, hogy ettől nagyobb bajunk az életben soha ne legyen, ugye, mint mikor egy elcsúszott születésnapot ünneplünk, és hát az apropó pedig, hogy ahogy önök is láthatták, ez a múzeum szinte, mondhatom azt, hogy kiállításról kiállításra, évszakról évszakra mindig megújul. Nyilván vannak itt tőlem sokkal tőzgyökeresebb püspökladányiak, sőt, én igazából nem is vagyok, az csak itt születtem, hogy mondani szokták, de köszönöm a befogadást. Szóval azért emlékszünk erre a múzeumi hangulatra, erre a múzeumi kertre, és anélkül, hogy itt most fájó sebeket szaggatnánk, és Lali sem abszolút nem negatív érzelemmel szeretném most felruházni, de ugye volt ennek a múzeumnak egy másik igazgatója is, akit mindannyian nagyon ismertünk és szerettünk, Arnold Sanyi barátom, és talán az első ilyen múzeumos emlékem az az volt, már így felnőtt fejjel, amikor valami apropó kapcsán érkeztünk ide, és hát kicsit dohos falak, kicsit hát olyan, amilyen akkor lehetett, és az udvarban valaki strandpapucsba és rövid nadrágban éppen kaszált. Hát ő volt a múzeum igazgató, Arnold Sándor. Hát Lalikám, kaszálni már nem kell, mert most már azért egészen más feltételeket tudunk biztosítani, de minden esetre a múzeumhoz való kötődése, a múzeum iránti elkötelezettség az úgy a vezető, mint a munkatársak részéről abszolút fontos. Tehát nem csak a dolgozók a vezető részéről, hanem az önkormányzat részéről is,
És tényleg lehet önök, ti már azt gondoljátok, hogy a francok már megint itt van mind a három ember, de hát tetszenek látni a polgármesternek is, fontos az alpolgármesternek is, nekem is, és el fogunk jönni minden egyes alkalommal, amikor Lali meghív bennünket, meg időnk is engedi, mert én hiszem, hogy egy város életében van néhány olyan fontos intézmény, amire mindenképpen oda kell figyelni. És ilyenkor persze természetes, hogy mondjuk az egészségügyet, mondjuk az oktatás, mondjuk a szociális ellátórendszer, de ha a kultúrát csak úgy sokadiknak vesszük be a sorba, akkor előbb-utóbb komoly elmaradásunk lehet. Komoly elmaradás, mert tessenek csak belegondolni. Az egészségügy az bizony nagyon sokat változott az évszázadok során. Honnan indult, hova jut, mi lesz, még nem tudjuk. Szociális ellátás lényegében régebben nem is volt, mert az ugye a családok feladata volt, mostanság már van. Az oktatásról megint beszélhetünk, hogy honnan indult és hová tart, megint nem lehet tudni. De ha a kultúrát végigvisszük, annak a szerepét, jelentőségét, hát én azt merem mondani, hogy talán az elmúlt évszázadokban még markánsabb helye volt a magyar köztudatban, mint most van. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert olyan nehéz időszakban tudott a magyar nemzet a kultúrára támaszkodni, amikor hát bizony nagyon sok alkalommal másra nem is nagyon volt mire támaszkodni. Mert tudjuk a háborús időszakot, a nehéz időszakot, a körülöttünk lévő nemzeteknek a hozzánk állását, meg a mi hozzánk állásunkat hozzájuk. Szóval voltak éppenséggel nem kevés problémáink, de valahogy mégis a kultúrának, a magyar kultúrának a bástyája, hát magunk közt vagyunk, hát legalább olyan erős volt, mint most, hanem erősebb. Tóth Lajos polgármester beszédében hangsúlyozta, örömére szolgál, hogy a helyi kulturális rendezvények iránt mindig nagy az érdeklődés. Úgy ítélem, meg úgy gondolom, hogy és jó érzéssel élem meg, hogy Püspök Lajánban folyamatosan megvan az érdeklődés a igényes kulturált tevékenységek, illetve foglalkozások iránt, és ebben élen jár mások mellett a múzeum is. Engedjék meg, hogy pici kis személyes aspektusról én is számot adjak. Azon túl, hogy Ladányi születésű vagyok, én középiskolás diákként még Annuska néni szárnyai alatt a helytörténeti múzeum mindennapi feladatéval bíbelődtem, és Haragcsoládból származom, tehát vidéki gyerek vagyok, és ezek a dolgok engem mindig megragadtak. A gyűjteményi része, hogy majdnem azt mondom, hogy személyes kötődések is kapcsolódnak a itteni dolgokhoz. Mindig nagy szeretet és őrzéssel tekintettem a hagyományok tárgyaihoz és gondolataihoz, és tulajdonképpen ez a helyi kultúra része is a hagyományápolás, mindemellett pedig a irodalom és egyéb kulturális területek vonatkozásában is indulom, hogy Püspöklányon nincs szégyelni valója. A múltkor több média is megkeresett évértékelés kapcsán, és akkor azt nem találtam mondani, hanem megfontoltam, mondtam, hogy Ladányban úgy ítélem meg, hogy igen aktív civil kulturális közösségi élet zajlik. Azok a civil szervezetek, akik a kultúra és ezen belül különböző területeken ténykednek, azok igen aktívak és színvonalas tevékenységet folytatnak. Ennek része egyik szakterület, vagy szegmense az irodalombarátok tevékenysége, a múzeumi estékhez kapcsolódó egyik szakmai rendezvények, múzeumi kiállítások is visszatérően itt vannak, és a mai napon is egy nagyon kedves és tartalmas, de majd erről majd nálam sokkal szakadottabb gondolatsor fog elhangzani, de örülök annak, hogy ilyen szép kiáltásnak lehetünk a tanulj, és reményem szerint sokan fogják látni Püspöklányban ezt a kiállítást. A Magyar Kultúra napja előtti tisztelgésként Szabó Mária, a Magyar Kultúra lovagja osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Nagyon örülök, hogy megrendezésre került ez, és köszönet a múzeumi igazgatónak ezért, hogy most egy olyan emberre emlékezünk a mai nap folyamán, aki ugye néprajzkutató, etnográfus, és közel van Püspökladányhoz a szülőhelye, Viharnagybajom. Én Petőfi Sándornak a Szülőföldemen című verssel szeretnék hozzájárulni ehhez a mai naphoz. Itt születtem én, ezen a tájon,
az alföldi szép nagy rónaságon. Ez a város születésem helye, mintha dajkám dalával von tele. Most is hallom-e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint felnőtt ember úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el, megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő, az idő hogy lejár. Cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyről helyre röpköd gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a méh, a virágról a mézet. Minden kedves helyedbe jár. Cserebogár, sárga cserebogár. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűzfasípot fújva, lovagolok szilajn átparipán. Vájomhoz mén lovam, inni kíván. Megitatom, gyí lovam, gyí betyár. Cserebogár, sárga cserebogár. Megkondul az esteli harangszó, elfáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe vesz dajkám, az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár. Dr. Őrsi Julianna társadalomkutató elmondta, személyesen kapcsolódik Szűcs Sándorhoz, valamint az etnográfussal kapcsolatos kutató munkájáról is beszélt. Én már mint muzeológus koromban ismertem meg Sándor bácsit, mert ő 1964-ben Karcagon nyugdíjba ment, mint múzeumigazgató, és én még akkor tájba végeztem az általános iskolát, de az egyetemen néprajz szakon is tanultam, és történelemen is, és hát ott sokat hallottam ő róla. És aztán a Karcagi Múzeumban is többször találkoztam vele, és Bellon Tiborral, az őt követő múzeum igazgatóval többször jártunk Bihar-Nagybajomba, és így volt módon beszélgetni. Miért döntött úgy, hogy úgymond kutatásba kezd az ő életével, munkásságával kapcsolatban? Hát én úgy gondoltam, hogy mint Karcaginak, meg mint múzeum igazgatónak, azt a tiszteletet meg kell adni halála után is, hogy a megemlékező ülésekre eljöjjek, és előadást is vállaljak. Úgyhogy én itt voltam a korábbi időszakban is, mikor hol tartották ezeket a megemlékezéseket. És pár gondolatot mondaná erről a gyűjteményről? Hát ez egy maga most kiállításra kerülő, vagy megnyitásra kerülő kiállítás, egy gondos válogatás, nagy szakértelmet mutat, és nagyon fontos dokumentumokat tárnak a látogató elé. Én szeretném, hogy minél többen ismerjék meg ezt a kiállítást. Dr. Őrsi Julianna a tárlat megnyitóján ismertette a megjelentekkel Szűcs Sándor néprajzkutató, etnográfus életútját, munkásságát. Szűcs Sándor egy bihari kisnemesi
család utolsó sarja, aki 1903-ban, Bihar Nagybajonban született, és a ma is ott lévő szülői házban. Családja egy letűnő, félbelevő, kisnemesi eredetű parasztgazdaság megmentésén fáradozott, amelyért a felnővő ifjú is küzdött. Ugyanakkor özvegy édesanyja más pályát szánt a fiainak, amelyet a továbbtanulás útján nyerhetnek el. Sándor a Debreceni Egyetem bölcsésztudományi karán szerzett diplomát, Imre teológusnak tanult. Szűcs Sándor olyan kiváló tanároktól sajátíthatta el a földrajzi ismereteket, kutatási módszereket, mint Mendel Tibor, Millekker Rezső vagy a Déri Múzeum munkatársa Ecsedi István. Ebből következett, hogy néprajzi alapismereteket is szerzett. Ehhez járult hozzá, hogy Györfi Istvánnak, a közeli Kunság szülöttének, pontosabban Karcag szülöttének 1922-ben megjelent könyvét, a Nagykunsági krónikát már korábban olvasta és mintának tekinthette mind az adatgyűjtés, mind a stílusát illetően. Magával a tudóssal is megismerkedett, s annak haláláig jó kapcsolatot ápolt. Itt a kiállításban látható is egy-két levele. Sándor bácsi tanulmányozta Karcagváros tanácsi jegyzőkönyvei közül 1791, 94, 95, valamint 1827-28 évi, és Kunmadaras 1812-16, valamint 23 és 26 közötti köteteit. A kimásolások elsősorban a pásztorokkal kapcsolatosak, valamint a népi erkölcsre vonatkozó szabályok, intelmek. Ez mindössze 8 tétel. Ugyanakkor megjegyzem, hogy Sándor bácsi tanulmányaiban gyakran hivatkozik arra, hogy régi jegyzőkönyvben talált adatokat is beépített az írásaiba. Egyformán szakszerűen lejegyezte a terepen gyűjtött anyagot, és kimásolta a levéltári forrásokba a témáját érintő adatokat. Kutatási módszeréhez és feldolgozásaiban erre pontosan hivatkozik. Ezt a kutatási módszert tehát Györfi Istvántól vette át. Leírásai a történeti néprajzban használt forrásokra, valamint a szájhagyományban élő emlékezetanyagokra épülnek. Kutatási és feldolgozási módszerenek szakszerűsége, az adatok hitelessége tehát nem kérdőjelezhető meg. Az előadást követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés virágait a Szűcs Sándorról készült dombormű előtt, majd a közönség tagjai megtekintették a kiállítást. A tárlat megnyitóján készült felvételeinket a későbbiekben Kommentár nélkül című sorozatunkban tekinthetik meg nézőink.